Sorra állítják meg az autósokat az osztrák-magyar határon Hegyeshalomnál. Tegnap délután ugyanis veszélyhelyzetet és rendkívüli jogrendet rendelt el a kormány Magyarországon a koronavírus miatt, melynek értelmében visszaállították a határellenőrzést a magyar-osztrák és a magyar-szlovén határon is. Nézem a tévét egyfolytában, mert hogyha véletlenül le van zárva a határ, és nem tudok kimenni, vagy nem tudok bejönni, nekem is rossz, de én azt mondom, hogy ezt valahogy ki kell szűrni. Beutazási tilalmat rendeltek el Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból. Bezárták az egyetemeket is. A Széchenyi István Egyetem közleményben tájékoztatta a hallgatókat, hogy március 12-től március 22-ig tavaszi szünetet rendelnek el. Ez alatt pedig szünetel az oktatás és a vizsgáztatás is. Közölték továbbá, hogy a hallgatóknak haladéktalanul, de legkésőbb március 13-án egy óráig el kell hagyniuk a kollégiumokat. Az óvodák és az iskolák bezárását nem tartja indokoltnak a kormány. Betiltják azonban a 100 főnél nagyobb létszámú beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket. A Karolina Kórház és Rendelőintézet igazgatója ma reggel összehívta az orvosokat, hogy az országos helyzetről, a várható fertőzési hullámról és a vírussal kapcsolatos legfontosabb információkról tájékoztassa őket. Felhívtam a figyelmet arra, hogy nagyon fontos számunkra, hogy a dolgozóinknak a családtagjai, akik közvetlenül családtagok, vagy naponta érintkeznek velük, azok közül hányan járnak ki Bécsbe vagy Bécs környékre dolgozni, mert nyilvánvalóan, ha a tendencia nem változik, akkor Bécs lesz az első olyan legközelebbi gócpont, ami karantén alá kerülhet. Dr. Bertalan István hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak a dolgozók biztonságára. Az egészségügyi ellátó személyzet nem lesz elég a nagy tömeg ellátására, akkor robbanásszerű nagy bajok lehetnek. Tehát nekünk mindent meg kell tennünk azért, hogy a saját dolgozóink a lehető legnagyobb biztonságban legyenek, annak ellenére, hogy nyilván nálunk a legnagyobb esélye annak, hogy esetleg koronavírus fertőzött emberrel találkozunk. Minden kórházban, így Moson-Magyaróvár is létrehoztak egy vezetőkből, orvosokból, higiénikusokból álló koronavírus csapatot, mely naponta elemzi a helyzetet és dönt a további intézkedésekről. Emellett mostantól minden új beteget ellenőrizni fognak. Akik beérkeznek betegek, azoknak ki fogunk osztani ilyen kis papírlapot, egy checklistát, amelyen néhány kérdésre igen-nem válaszol. Gyakorlatilag már be tud jönni úgy a rendelőbe, hogy a kolléga gyorsan el tudja dönteni, hogy most igen, normál beteg, csak fáj a hasa, tűzszög, nincs ezért különösebb gond. Viszont ezt kérem, hogy mindenki, ha tud, akkor ezek után, aki mégis csak bekerül a kórházba, hozzon magával tollat, hogy ne kelljen közös tollat kitennünk, mert azért azt nem tudjuk folyamatosan fertőtleníteni. 16-ra nőtt a koronavírusos betegek száma Magyarországon. A kormány tájékoztatása szerint egy iráni és két magyar állampolgárnál mutattak ki már a fertőzést. Az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a vírust, mely már több mint 100 országban van jelen. Eddig több mint 4600-an haltak bele.